12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dél. Szervusztok, kedves hallgatók! A medúza pillantását fogjuk ma jól kitárgyalni, Attila és dév társaságában fogom ezt megtenni. Szervusztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Természetesen még mindig az eredeti sorozat harmadik évadáról van szó. Mielőtt még belemegyünk ebbe, hát egy nagyon érdekes rajongói film érkezett még hozzá James McAvoy-tól aki otthon a karantén alatt vett föl egy ilyen igencsak Star hajazó valamit, de teljesen otthoni körülmények közepette, tehát ilyen viccesen amatőr, kicsit hasonló ahhoz, amit Seth megfelén követett el még hát fiatal korában, és hát volt ebben tettes társa is, nem is egy, ebből én Katrina Balfot emelném ki, aki az Outlander című sorozatnak a főszereplője, és hát én imádom azért őt, hogy nekem ez egy kellemes élmény volt. De McAvoy egyébként Seth macfarlane hasonlóan olyan furcsa vonzalmat épített ki a Star Trekkel, mintha korábban mondta volna, hogyha a Picard sorozatban esetleg a fiatal Picardról szóló flashbackek is szerepelnének, akkor ő azt, azt, jön és megcsinálja. Tudjuk, hogy ő játsza ugye a fiatal Charles Xavier-t az X-Men filmekben, Úgyhogy nem lenne szokatlan az ő arca. Na, mit szóltok ehhez a két részes otthoni őrülethez, amit elkövetett a színész? Folytassa nyugodtan. kell egy ilyen kis őrület, ami egy kicsit felrázza az embereket. Hát, rövid film, és szerencsére rövid film, mert ezt például egy órában már nem tudom, hogy el lehetne viselni, ugyanis szerintem nagyon amatőr, de talán ebben van a egyetlen bája is. Tehát tényleg ez a. Pirx kapitányféle mikrosütő, mosógép. Nagyon tetszett a Jordink, aki ugye egy előre fordított fejhallgatóval pózolt. Tök jók voltak a, a, a jelvények, volt még effektus is, szóval vannak itt kis gegek, amiknek lehet örülni, de pont a mennyiségben. Tehát az, hogy ezt sztárok, színészek csinálják nem tudom mennyi idős volt megfelelően, de szerintem még középiskolás szerű lehetett, amikor ezeket a fanfilmjeit csinálta. Én nagyjából annyi dramaturgiát látok, vagy megtervezettséget, mint körülbelül annyi lehetett neki is. Más, tehát egy nem egy Star tehát itt, itt, tehát ismerünk nagy költségvetési fanfilmeket. Itt ennek ez volt a, egyetlen egy nekem tényleg ezek az eszközök. Tehát például az nagyon pikáns volt, amikor ugye a kapitány a szék karfáján, a fotel fa karfáján pötyög, és oda van szépen pont abban az ütemben egy ilyen kis csipogás, mintha tényleg ott lenne egy komoly uh, műszerpult. Tök jó. Bírom meke volt, például az X-Men filmekben, vagy mostanában az HBO-n van, hogy ez az úr sötét anyaga, ez a His Dark Materials című sorozatban ő a egyik főszereplő. Tehát az Ezriel professzor, ugye a Lyra belakvának a nagybátyja. Egyébként ott a Daphne is a női főszereplő, vagy hát lány aki ugye pont mekevolja meg a Patrick stewart együtt szerepeltek ők a Loganben, tehát az utolsó X-Men filmben, vagy az utolsó valamire való X-Men filmben, mert nekem a, a utóbbi X-Men filmek már nem nagyon jók. Bár X-Men filmekben vannak ugye Star Trek utalások, például az eljövendő múlt napjaiban ott a Hank McCoy, tudjátok a Bestia, 60-as években vagyunk, és ő neki van egy csomó tévé az irodájában, és pont a Nékit tánc című időutazós tos epizódot nézi, és pont ez egy időutazós X-Men film. Meg az X-Men apokalipszisben ott a Egyiptomban ott a Storm, ez az új X-csaj, tehát új mutáns csajhoz bejön a, hát ez az egyiptomi feltámadt első mutáns, az apokalipszis, és pont a Humans for Adonis című epizód megy a háttérben, a tévében, ami pont ugyanerről szól, mint ez az X-Men film, hogy ugye egy ősi istenség feltámad, és akkor észreveszi, hogy az emberek már letolják az isteneket. Tehát tök jók ezek a párhuzamok, és megkavolynak megint ez a meta dolog, hogy akár szerepelhetne egy Star Trek filmben is, mint Ifjú Picard például, még mindig nem lehetetlen, bár ez Attila te szoktad mondani, hogy ha bejelentkezik egy színész, tehát Hollywood nem így működik, hogy a színész betelefonál, hogy én akarok, én akarok ez és ez a karakter lenni. Ádámot köszöntjük az impulzusban, annak apropóján, hogy zajlik a Gergő megsegítésére életre hívott kampány, és eléggé szépen elszaporodtak a tartalmak a Segítsük Gergőt Facebook oldalon. Ádám, tudod foglalni, hogy nagyjából most hol tart a gyűjtés, illetve mik az érdekesebb tapasztalataid ezzel kapcsolatban? Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, sziasztok fiúk! Hát igazából úgy nagyjából a kampánynak a, az első felébe tartunk, ha bár a, a cél az az első körben félmillió forint, és már túl vagyunk a 200 ezer forintos határon, aminek egyébként nagyon-nagyon örülünk, de... De ez a félmillió forintos cél, ez csak egy olyan cél, hogy annak a rehabilitációs kezelésnek a költségét, illetve egyéb járulékos költségeket tudjunk fedezni belőle, hiszen hát szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy, hogy van hely minden forintnak, és reméljük, hogy több is összejön, és ezzel, ezzel Gergő életét nagyban meg tudjuk változtatni, illetve nagyban tudjuk segíteni. Ugye több olyan visszajelzés érkezett, hogy nem volt teljesen világos, hogy a adományozásnak hogy történik a folyamata. Erről azóta már több ilyen tájékoztató videó is kikerült, de azért szerintem mondjuk el itt is, hogy az, aki cselekedni szeretne, de nem látja maga előtt, hogy pontosan mit is kellene tennie, ő hova menjen, hova forduljon, mit csináljon elsősorban. Két olyan link vagy URL cím van ebben a kampányban, ami nagyon fontos. Az egyik a kampánynak a hivatalos oldala a facebookcom Gergőt oldal, ahol egyébként minden információt, a videókat, képeket és nagyjából naprakész tartalmakat is megtalálják, a, akik erre kíváncsi, az adományozók vagy a jövőbeli adományozók, illetve érdeklődők, illetve hogy konkrétan hogyan kell és hogyan lehet adományozni, az pedig a segítsüggergőt.blog.hu címen elmondjuk nagyon részletesen. Két módja van ennek. Az egyik egy sima mezei folyó rendszer. Mindenki a saját bankjából a neki tetsző összeget át tudja utalni Holnándor számlájára. Vagy a PayPal segítségével, segítségelgőt.blog.hu oldalon gomb és lehetőség, ott akár a saját PayPal számlájáról, akár bankkártyáról vagy hitelkártyáról szintén neki tetsző összeget tudja utalni Gergő számára. Ugye Gergő hatalmas nagy trekker, úgyhogy nekünk ezért is kiemelten fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, és kérünk titeket, trekkereket, hogy aki megteheti, az mindenképpen keresse fel az itt felsorolt elérhetőségeket és adományozási lehetőségeket. Hát még arra lennék kíváncsi, hogy Gergő most hogy van? Láttunk egy szülinapi videót, amit már a Borsóházban barátai és Holnándor társaságában töltötte el Gergő, de mi a, mi a kampány eddigi hatása? Gergőre te azért közel vagy ott az egészhez, és leszoktál járni Nándival együtt ugye Gergő látogatóba. Ugye nagyon fontos azt elmondani, hogy a, a, a Facebook oldalon megjelenő videók némi lemaradásban vannak a valósághoz, a real time-hoz képest, hiszen, hiszen még csak egy első rész, egy kisfilm jelent meg Gergőről, ugye, amiben bemutattuk a, a családját, az eddigi életét, a múltját, és azt, hogy milyen lehetőség vár rá a Borsóházban. Ugye ez a két kétheti rehabilitáció, aminek az árát gyakorlatilag ö, igyekszünk összegyűjteni, amit a Borsóház megelőlegezett számunkra. Viszont most a, ennek a műsornak a megjelenésének a napján letelik ez a két hét, és Gergő elhagyja a Borsóházat. Nagyon-nagyon motivált, és nagyon-nagyon-nagyon dicsérik az ott dolgozók is, hogy mindent belead, és és nagyon látványos a fejlődés is, és erről is hamarosan kikerül a videó. Tehát mindig egy kis csúszásban vagyunk a, a valósághoz képest a videók adagolásában, hogy így mondjam, illetve hát a megjelenésében. Úgyhogy nagyon-nagyon boldog, nagyon megható az, ahogy, ahogy meghatódik ő maga is, és nagyon-nagyon. És Hálás minden, minden egyes megosztásért, szóért, segítségért legyen az bármi, ami ami neki pozitív feedbackként éri őt. Egy Ő is követi a Segítsük Gergőt Facebook oldalt, szokott is ott kommentelni. Amennyire ideje engedi, mindig válaszolgat, mert ugye ott a Borsóházban egyébként nem nagyon hagyják vonatkozni őt, úgyhogy, úgyhogy sokat dolgoztatják, de nagyon-nagyon-nagyon látványos a változás, és nagyon jó látni azt, hogy, azt, hogy ez a jelenleg még csak egy kis apró segítség, ami, ami ugye még, még az út, ahogy mondtam is a, a beszélgetés elején, az út elején vagyunk még, az első lépéseket tesszük mi, és hát velünk együtt, vagy mi Gergővel együtt ezen a hosszú úton, nagyon jó látni azt a, azt, a, azt a pozitív hozzáállást és elszántságot, ami Gergőből árad, és, és ami, ami maga Gergő most ebben a, ebben a szituációban, úgyhogy ő nagyon boldog, nagyon hálás, hogy is mondjam, nagyon megérinti őt ez a, ez a fajta szeretet és ez a fajta az embereknek a, a hozzávaló állása, vagy ez a kampány, kampányhoz és az ő megsegítéséhez való hozzáállása. És egyébként minket is, Nándival, hogy nagyon-nagyon hogy sok olyan rengeteg megosztás van az oldalon, Hát Gergőnek további sikereket és áttörést kívánunk, és nagyon köszönjük a sok adományozónak, és persze nektek, Holnándornak és Ádámnak, mivel ugye nagyon komoly effortot toltok bele ebbe a projektbe, a Parallax is ezért egy kicsit ránk szakadt Miklóssal, de ez teljesen megbocsátható ilyen helyzetben, de azért Ádám azt javaslom, hogyha már te is újra nézted a Deep Impact-et, akkor majd hallgassd meg a beszélgetésünket Miklóssal. Mindenképpen, és szívfájdalmam, hogy, hogy most így egy kicsit hanyagolnom kellett a, ezt, a, ezt a műsorunkat is, de hát ez most egy olyan, olyan ügy egy olyan dolog, amiben bizony 120%-ot kell beleadni, mert hogy ez nem, egy, nem, nem arról szól, hogy készítenünk egy, egy podcastet, amit, amit vagy meghallgatnak, vagy nem, vagy tetszik az embereknek, vagy nem, hanem bizony Gergő életéről és jövőjéről van szó, ami most számunkra a legfontosabb. Ádám, köszönjük szépen, hogy jöttél. Én köszönöm, és mindenkit arra kérek, hogy ha csak egy megosztással is, de, de támogassa ezt az ügyet, és uh, látogasson el a facebookcom segítsük gergőt oldalra, illetve ha adományozna, akkor a segítsüggergőt.blog.hu oldalon részletesen megtalálja, hogy hogyan, milyen módon teheti ezt meg. Sziasztok! Gergő egy gyerekkori fertőzés az influenza A vírusa következtében 35 éve él ételmével fogyatékos testbe zárva. Az orvostudomány fejlődésével a szőtteseiről ismert székesfehérvári művésznek viszont most lehetősége nyílik egy olyan rehabilitációs kezelésen, majd gondozáson részt venni, ami megváltoztathatja a sorsát. Gergő jövőt kaphat, valódi életet. A Holnándor által életre hívott adománygyűjtő kampány elsődleges célja félmillió forint összegyűjtése Gergő rehabilitációs kezelésére, valamint ha elég pénzt gyűlik össze, egy olyan speciális járógép beszerzése, amivel Gergő nem szorul a körülötte élők segítségére a mindennapokban. Csatlakozz te is a kampányunkhoz a facebook.com per oldalon, ha pedig teheted, adományoz, melyről minden információt megtalálsz a segítsükgergőt.blog.hu címen. Köszönjük! Az impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik. Ez csak nem a parallaxis. A parallaxis. Ben, a Hi, this is Chase Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxis. A Tilos Rádióban hallható szokolébresztő testvérműsorának epizódjaiért kattints a tudományisfantastikum.hu tudományisfantastikum.hu oldalra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Amikor Ralph Szenenszky visszatérte az eredeti sorozat harmadik évadához, már áldatlan állapotok uralkodtak, Gene Roddenberry és a színészek között éppen hát feszültséggel teli hangulat alakult ki. A vulkán idik szimbólum miatt, amit hát szerintem a rajongók egyébként örömmel fogadnak a sorozatokban, de akkoriban ennek egy kicsit más volt a fogadtatása, ugyanis Roddenberry ezt a kis medált a saját ilyen csomagküldős rendelős szolgáltatásának az egyik produktumaként kívánta árulni, és hát elég erősen promóciós jellege volt ennek az egésznek, amikor ő ráerőltette a producerekre, hogy már pedig Spocknak legyen ott állandóan a nyakában ez a cucc, és ráadásul olyan erősen ráírt egy jelenetet, hogy az már nem ment le Leonard Nimoy és William Shatnernek a torkán, úgyhogy ők egyszerűen fellázadtak, ők ezt nem csinálják meg, úgyhogy be kellett hívni Gene Roddenberry-t, békéltető tárgyalást kellett tető alá hozni, ahol ö, ugye a színészek a Roddenberry fejéhez vágták, hogy ilyen olcsó promócióra szeretné használni a showműsort, vagyis a sorozatot, ő pedig ö, ugye hevesen tiltakozott és tagadott, aztán végül is valamilyen kompromisszumos megoldásban állapodtak meg, és rövidítettek azon a jeleneten, ahol olyan sokszor szóba került volna ez az idik szimbólum, ami egyébként szerintem így ebben a formájában egész szervesen és egész jól illeszkedik a történetbe. Persze az eredeti verziót nem olvastam. Sok szegmensre lehetőség van, hogy áttekintsük az eredeti forgatókönyvet, mert be fogunk linkelni ide egy olyan forrást, ahol Ralf Senenszkinek a személyes naplója vagy visszaemlékezése elolvasható, ennek a konkrét epizódnak a forgatásáról. Ugye a másik feature, amit már Dév itt beharangoztál a múltkori adásunkban, hogy Diana Muldár visszatér, de egy másik szerepben. Most ez akkoriban azért nem annyira volt egyszerű, mert volt egy olyan szabály a Star Treknél, hogy csak olyan színészek térhetnek vissza, akik az előző karakterüknek a bőrében fognak megjelenni a képernyőn, Diana Muldár pedig hát most itt egy másik karaktert alakít, ugye itt most dr. Miranda Jones jelenik meg, viszont ugye nem volt más lehetősége a stúdiónak, mert minden hölgy, akit kinéztek, visszautasította, illetve más dolga akadt, így nem tudták őket beszervezni ehhez az epizódhoz. Úgyhogy Ralph Szenenszky elintézte, hogy hát kerüljön egy fekete paróka Diana Muldárra, és egy másik jelentősen átdolgozott jelmezben és egy másik stílusban jelenjen meg. Erre már a stúdió azért rábólintott. Ugye erre mondta azt a Robert Justman, hogy hát ő szívesen megnézné még vörös hajjal és a színésznő talán arra utalt ezzel, hogy ha lenne egy negyedik évad a sorozatnak, akkor simán vissza lehetne hívni, akár még egy harmadik szerepre is. Én egyébként nagyon kedvelem a Ralf Szenenszkinek a rendezéseit a metamorfózis óta, és itt is egy csomó új és meghökkentő technikát alkalmazott. Itt van például ez a halszem megőrülési effekt, amikor ugye egy ilyen furcsa point of view nézetből látjuk a szereplőket, akik éppen megőrülnek, és úgy küzdenek a többi legénységi taggal. Ez például egy érdekes és pozitív élményként éltem meg, de úgy általában a rendezés is szerintem nagyon rendben van ennek az epizódnak az esetén. A mesterből előtört a Ferengi, hogy akkor nem csak, hogy megcsinálom igen. ezt a vulkáni jelvényt, hanem akkor még bizniszelek is jó bele jóféle. Igen. De egyébként most, hogy így mondod, hogy itt tényleg itt Muldarúnak a szerepe, de hát azért Mark Leonardról is azért tudjuk, hogy az először Romulánt játszott, utána meg hirtelen átárt az ellenséghez vulkánit játszott. Utána már sokkal többször, hogy sőt egyszer még Lingonnak is be volt öltözve a mozifilmbe. Tehát annyira nem... Igen, ez talán azokra a koncér. színészekre vonatkozott, akik make nélkül jelentek meg és tértek vissza. Hát jó, azért a Mark Lenardot elég jól fel lehet ismerni attól, hogy különböző hegyes fülek vannak rajta, de azért mégiscsak egy idegent alakított Klingonként nem ismertem volna fel, ha nem látom a beöltözésről készült képsorokat, tehát tényleg az ember azt megeszi, hogy bárkit eljátszhatnak idegen maszkba, és nem ismeri fel az ember. Hogy Ott meg tudod. is őrült majdnem a Mark Lenard, azt tudtátok, hogy amikor föltették rá azt a már ugye rücskös Klingon maszkot, akkor neki nagyon klaustrofóbiája lett, és elment a kedve egy életre attól, hogy ilyen szerepeket vállaljon próbálták visszahívni, de azt mondta, hogy hát, ami annál több, hogy egy vulkáni fület ráraknak, azt ő bár nem fogja az életbe elvállalni a Star Trekbe. Szerintem azért was, hogy az, hogy szereket eljátszotta, azzal, letette az asztalra a névjegyét gyakorlatilag. Én meg tipikusan az a néző vagyok, akinek nem tűnik fel, ha egy színész vagy színésznő visszatér egy másik évadban, ez szinte bárhogyan át lehet engem verni tehát nagyon lassan jövök rá, hogy jaj, ez a színész ki is, egyáltalán még akkor is, ha nem maszkban van. A Diana viszont most egy előre készülve vártam, és egy, egy izgalmas, erős, összetett karaktert alakított. Nagyon jó, tehát a fedélzetre érkező három, három személy úgy szóval, nem sok. Tehát megint talán a legutóbb volt ez a szárgonos epizód, most megint nem tudom a címét, de ott volt legutóbb ilyen, hogy úgymond test nélküli karakterek is mennyire erősek voltak. Tehát itt is gyakorlatilag egy, egy filozófiai alapdiszkuszió folyik, ott az epizód közepén ott a tárgyalóasztalnál, és hát egyszerűen nem tudom kihagyni, hogy már most el ne süssem ezt, hogy mennyire jók voltak ezek a beállítások. Körk és a Miranda beszélgett. Azt hiszed, hogy kettesben vannak, egy szobában és Körk fűzi de nem. Körben van az egész asztal véve, vacsora medélyekkel dísz a ruhában. Szuper. Akkor a transporter... De hát hogy megőrülnek a férfiak ezért a Miranda jones -ért. Milyen érdekes, nem? Hogy mindenki nagyon fel van pörögve. Ez egyébként jó ötlet volt, és szerencsére nem oda ki egyébként, hogy ezek a próbálkozások célba értek volna. Mindenki másképpen ugye a külső szépsége alapján indulnak ki, és fogják meg, és úgymond mindenki bizonygatja magának, hogy, hogy, hogy ugye nyilván... Hát, itt Spock részéről van itt egy nagyon különleges kapcsolat, hiszen ő például a, a medúzaiakhoz is különlegesen viszonyul, ő alapjában véve tud egy sokkal mélyebb vagy tökéletes kapcsolatot létesíteni, még a Miranda hiába születésén fogva telepata ezt nem tudja. Még a beállításokról annyit, hogy ott a, ez a optika is tök izgalmas volt és félelmetes, de a hídon, egyszer úgy jelentünk meg a hídon, pontosabban a kamera, valahogy a Turbolift bejárat, tehát egy teljesen szokatlan szemszögből mutatta a hidat, egy teljesen más perspektívát mutatva, és ez akkoriban, de szerintem ma sem magától értetődő, hiszen úgy építenek meg díszleteket, hogy ugye bizonyos díszletelemek helyett, tehát láss például bizonyos panelek mögül néznek ki a kamerák, nyilván azokat le lehet fedni, netán ha most nehogy belógenek egy másik vágásban, vagy felvételkor, de alapvetően fixek a, a kameraállások eléggé hiába egy sorozatról van szó. Tehát eléggé rögzültek, és így akár unalmasak is lehetnek, de ezek váratlan, váratlan kamerálások voltak, ahogy ezek a szituációk meg párbeszédik, és szóval nagyon emelték nekem az epizód de én, én mostanság már nem is csak felirattam, hanem gyakorlatilag én a teljes skriptel olvasom, vagy nézem az epizódot. Magyarán szóval nekem vannak ezek a rövid például, hogy hol vagyunk, Kinek a kabinjában, milyen Jó. helyszínen. Például ezek az instrukciók ott vannak, amit Miranda is megkoli, megkoly mond valamit, és még oda is van írva, hogy Moly megcsukolja a kezeit, majd kimegy. Hogy ezek utólagos skriptek egyébként volt, pont most olvastam így a, a rodemberinek ez a. M, nem is tudom, milyen entertainment lett van a Lincoln Enterprises. Enterprise, szóval ezen cégen keresztül kezdte el forgalmazni a dolgait. Egyébként egész véletlenül Rodenberry fia, Rod Rodenberry is ugyanúgy üzemeltetett egy, egy shopot, ugye ez a rodemberi sopa ami egyébként már megszűnt, és ugye a Entertainment Earth meg a Star Trek ez a nem ment ennek, át. A, nem ennek volt a jogutódja, tehát szerintem ezt ők örökölték. És én azt hiszem, hogy talán ez nem is Rodemberinek volt, hanem Major Beretnek volt talán a vállalkozása, és utána a Rod Roddenberry-re szállt, ebben nem vagyok biztos, de... Az egyik vállalkozás, amely volt produkciós irodája is Major megtársulajdonos tulajdonos volt, tehát végül ők finanszírozták az Andromeda sorozatot is, tehát több cég is volt egyébként, de én is úgy emlékszem, hogy ez lehet, hogy ezt törökölte Rod majd később az anyjától. Nem az Enterprise is egy vállalkozás eleve. Hát meg figyelj meg Lincoln, elvége Lincoln, spoiler, valamikor majd megjelenik az ebben sorozatba, és... tehát uh, akkor őnek is érted. részvénye volt a uh, emberi shopjában. Egyébként, ha jól olvastam, még forgatókönyv másolatokat is árult Rodemberi, ami akkor valószínűleg aranykincsnek számított, tehát manapság lekapjuk az internetről, és gyűjteményesen elérhetjük, bár manapság is ritkaság kapéről eredeti fotómásolatot, félmásolatot látunk, ugye eredetileg gépelt forgatókönyveket, nem az hát, azért, értékesek. Nem azért érhetjük el most az interneten, mert annak idején rodemberi értékesítette? Persze, lehet, hogy el is tűntek volna. Az el, hát hogy díszlet voltak. Én simán átadtam kézni, hogy forgatókönyvek simán eltűntek volna, de közben nézők, meg élelmes emberek megszerezték, és így relikviaként ott vannak. Egyébként a Paramount, hát úgymond eszközét használva készítette a másatokat. Szóval azért ügyes üzletember volt, producer volt, és, és látott benne fantázert, kicsit gyarapítsa így is a, a vagyonát. Hát a, a színészek ezt ugye ott, ott egy kicsit máshogy élték meg, nyilván most már ennyi idő elteltével nem akarunk itt igazságot tenni, hogy a Roddenberry túltolta-e a biciklit, ezt nekünk nem tisztünk most itt már eldönteni. Nyilván ez, a, ez az akkori produkcióban amúgy is kiélezett volt a, a helyzet itt a harmadik évadban, úgyhogy egy ilyenből aztán könnyen kipattanhatott a vita. Na de, ugye itt a Miranda Jones-nál elkezdtük pedzegetni, hogy a csapják neki a szelet rendesen. Nem tudom, nektek volt-e olyan osztálytársatok, vagy női ismerősötök, akikre a, így a közösség ilyen hát furcsán tekintett, hogy hát nem akarsz inkább babázni, mint a többi kislány, vagy nem akarsz inkább ö, nőiesebben öltözni, vagy nem akarsz inkább... Tehát mindenki azt várja a Miranda Jones-tól, hogy hagyja már abba ezt a medúzai nagykövetre való felügyeletet, meg ezt az egész megbizatást, és hát keressen magának egy, egy tisztességes férfit, aki nem olyan csúnya. Egyébként maga ez a csúnyaság, ezt nem értem, hogy miért így fejezik ki az epizódban, hogy ez a medúzai nagykövet egy csúnya lény, amikor mi igazából ilyen fény, villódzásokat látunk csak belőle. Valószínűleg azért látunk csak fényeket, mert hát a kedves néző is akkor a medúza megpillantásától megőrült volna, tehát ha ez az. filteren keresztül nézzük. De, ha, de most gondolj vissza egyébként, hogy most megint valami mitológiát vettünk elő, azért emlékszel, a medúzáról van szó, amit ha valaki meglátta, akkor kövé vélet. vált. Tehát, Aha. Na most erre most én a héten erre itt két dolgot tudok magára a nagykövet, hogy most akkor vagy tényleg annyira fejlett lények voltak, hogy, hogy valamikor azt mondom, olyan 2300 évvel korábban, tehát valamikor, még amikor ókori Görögország környékén valamilyen űrhajóval vagy szondával el tudtak menni, és akkor innen ered a legenda, a meduzának a legenda, hogyha valaki ránézett, akkor annak annyi volt, tehát megőrült, meghalt, legyilkolt mindenkit, aki körülötte volt, tehát vagy ez, vagy pedig akkor az első kapcsolat kapcsolatfelvevők szintén így jártak, és akkor valaki azt mondta, hát hogy nevezük ezt a fajt? a nevüket nem tudjuk kiejteni, ahol legyen medúza. Hát ránéz valaki, annyi. Tehát földi kutatók így meglátták. De viszont azt nem értem, mi vagy ilyen dobozba hordozzák. Okay, ezek szerint annyira fejlettek, hogy úgymond önálló mozgatószervék nincsenek, hát gyakorlatilag az egész medúza meduzai fajnak az egyede, gyakorlatilag akkor már csak egy agyból áll, meg különböző érzékszervekből, tehát úgymond nem tud manipulálni, tehát manipulálni a környezetét fizikailag, hanem tényleg rászólul ilyen különböző ilyen jóindulatú segédekre, szim, valamilyen szimbiózisba él valamilyen szinten más lényekkel, mert máskülönben akkor nem tudna létezni, vagy hatni a környezetére, nem? Attila, Jobbunk segítek, te, nem? képzelj el csápokat, és már is e, a, ott van a helyváltoztás is. Egyébként én, én tényleg erre, erre számítottam, ez a fényjelenség meglepő volt, és ilyenkor az ember akaratlanul is elkapja a tekintetét a képernyőről, Na nem azért, mert a medúzától fél, hanem mert ugye tudjátok, amikor például a, a napot fényképezik, és mondjuk egy dokumentumfilmben látod, akkor is akaratlanul, elkapod a tekintetet, pedig ugye az az LCD kijelzőnek a fényereje, még a legmagasabb fényerő sem több, mint egy, egy nem tudom, 60 wattos izzó. Pszichológia, tehát ez egész mögött ez áll, és így szinte itt szinte itt, igazából itt, itt pszichológusra van szükség. Lelki kapcsolat, mind link, vagy miről volt itt szó, és ez az eleje ennek a, a fajnak, és tényleg hát valószínűleg olyan fejlettségre jutottak el, hogy már test nélküli létezők, ha már itt pont a német szinkron nagyon félreérthető, egyébként nagyon rossz 70 készült ennek az epizódnak a szinkronja, csomó dolgot félreértelmeztek, újraírtak, és gyakorlatilag itt de fremde matéria, vagyis az idegen anyagként hivatkoznak az egész a lényre, pedig nem anyagi lény. Vagy például az őrületet a medúza sugárzás okozza a német változatban, erről szó sincs. Tehát eleve a megtekintése jelenti azt egyébként, hogy valamire ránézünk és megőrülünk. Hát ez... Ez, ez a Pikát sorozat. Emlékeztek? Igen, no ez is eszembe jutott, egyébként még a dalekek jutottak eszembe a Ki vagy dokiból, hogy, hogy hát ők nagyon csúnyák, ha tényleg megnézed őket, de hát az inkább ilyen horrorisztikusan vagy visszataszítóan csúnya, míg a medúzánál a csúnyasság. Ahogy nagyon érdekes például a Miranda Jonesnak és a McCoynak egy párbeszéde, a McCoy mondja, hogy hát milyen kellemetlen, hogy ilyen gyönyörű nő, ilyen csúnya lényekkel kell, hogy dolgozzon, míg a Miranda ugye visszavág frappánsan, hogy az is kellemetlen, hogy egy ilyen békeszerető, nem is békeszerető, hanem ilyen vidám természetű ember, mint ön, mégiscsak kellemetlen dolgokkal kell, mint ugye a betegségek dolgoznia. Hú, ez hát egy ez nagyon a... jó párbeszéd. Az a párbeszéd, nagyon jó volt, ott hát annyira jól meg volt írva az egész jelenlet ott körbe. Jó, a Miranda hát, Jonesnak nagyon jó a a karaktere, tehát nagyon. az ilyen, az ilyen párbeszédekben nagyon jól megnyilvánul. Nem panaszkodtad a színésznő. Egyedül csak Scotty, Scotty tudott kizökkenteni, ha valami, akkor a Scottynak a, 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 az egész tehát Tegyünk rá még egy vastag előítéletet az egész karakterre, tehát nem csak, hogy a szerencsétlen az írszínész által játszott skót karakter, ugye skót akcentussal beszél, és skót dodán játszik Star Trek 2 de te skót szoknyát hord, tudjuk, hogy alatta nincs semmi, mert valamelyik dokumentumfilmben elárult egyébként, nem tudom. Tradicionálisan nem viselnek alatta semmit, az igazi skót, ne, igazi skót nem visel, tényleg, tehát ő meg Csauri ott ilyen diszed, nem diszegyen ruhát adnak rá, hanem tényleg ezt a kilt. Scotty villantott itt a asztalnál, vacsoránál, vagy ez ebéd volt. De villanthatott volna, mert a Marvik, ugye ő, az, Enter, ő teljesen el volt így, annyira vártam, hogy lesz egy olyan rész, hogy ő, ő, és a Scotty, tehát ugye emlékeztek, amikor a Scotty visszatér az Enterprise, és a Jordi hatalmas ilyen lelkesedéssel üdvözli, egy picit azért az majd ott változik, de, de itt is a Marvik, tehát a Scotty pont úgy üdvözli a, a, a is, hát ő az enterprise nek a konstruktúra. Ez egy képész, né ugye? Nézze né 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 meg. Azt hiszem, igen, tehát ő tervező, igen. Tehát mindenképpen így isteníti, vagy fölnézre, és, és, így nem kerül arra sor igazából, mert ugye a Marvik el van foglalva, ugye nyilván a, a Miranda Jonesnak a, ez kicsit kiábrándító volt, amúgy, hogy az Enterprise a rendszereinek a tervezője egy ennyire, hát rossz lelki állapotban látjuk itt az epizódba. Nekem ez kicsit úgy fájt. Ugye visszatérve erre a medúzaira, én sokkal jobbnak láttam volna, hogyha nem mutatják meg. Emlékeztek a ponyvaregényre? Én valahogy úgy képzelném el, hogy kinyitják, megnézik, egy kicsit fénylik, és rá van bízva a néző fantáziájára, hiszen mondta Attila is, hogy ha mi látjuk, akkor a nézőként is meg kéne őrülnünk. Ez nekem a Picard sorozatba is elég erősen szemet szúrt, hogy ha mi is látjuk a víziót, akkor mi miért nem őrülünk meg? Tehát ezt szerintem ügyesebben meg lehet csinálni, nem kell látnia azt a nézőnek, amitől a filmben szereplő karakterek megőrülnek, valahogy szerintem az egy szofisztikáltabb megoldás lett volna itt is, meg a, a Pikát sorozatban is. És hát Ralph Szenenszki sem örült neki, mert hogy ott a helyszínen nem forgattak olyan jelenetet, amiben közvetlenül rálátásunk lett volna a medúzaira, utómunkával csinálták meg ezeket a fényeket, Szelenszkinek ez nagyon nem tetszett. Nem is kérdezték meg egy részt, nem kérték a beleegyezését, ez már önmagában is egy hát felháborító, ugye kihagyni az epizódnak a rendezőjét ilyen fontos döntésekből, de nem is sikerült jól ez a, ez a fajta megjelenítés. Ezzel teljesen egyetértek, tehát ez a színes fény nekem is egy picit így csalódás volt, de lehet, hogy egyen jobb, mintha egy, egy szörnyeteget láttunk volna, aki adott korszak meg költségvetés szerint esetleg így utólag nem lett volna már olyan hatásos. Így azt mondom, hogy a szépség is lehet rettenetes, ahogy ugye, ugye ahogy a Spock mindig mondja ez, hogy lenyűgöző, hogy ez a fascinating, hogy valami lenyűgöző, de ugyanakkor annyira idegen, vagy annyira csodálatos, vagy gyanyora, annyira más, hogy el is rettent minket. Tehát ez a, amikor valami nagy dologgal találkozunk, és az űrben sorban vannak ilyen jelenségek. Őkén tényleg ez a testnélkiség vagy csak hát nyilván a saját bolygójukon, ugye ott nem, nyilván ott nem kell, hogy most vigyék, de itt, itt, ugye egy zárt rekeszben kellett, hogy vigyék, hogy a legénységet ugye el is kell távolítani a folyosóról, voltak ezek a védőszemüvegek, ezeknek természetesen külön ki lehetne Térni, ugye ezekről a hegesztő szemvekre, amiket hol viselt, ugye az fog kis hol, nem, nyilván a végén volt már jelentősége, hogy, hogy nem viseli, de most ezek szerint a ládában lévő medúza is olyan hatású, hogy akkor is kéne hordani a szemveget, mert ott igazából csak két szemveg volt, ha jól tudom, az egész hajóntörő, amikor bemész a moziba, is az imax ben is azt mondják, hogy sajnos csak két-három részt meg van a többiek, ennek az nélkül kell végignézni, e, egy picit erről mindig ezt eszembe a két. jut egy, Dave, csak erre eszembe jut a, egy tengerészgyalogos vicc a hogy miért viselsz te is, meg a csaj is zsákot a fejeden, hogy azért viselsz te is, hogyha leesne a csajról a zsák, akkor nehogy valami problémád legyen. De egyébként ez tényleg most akkor vétlenül kinyílik az a táska, és akkor táskan a hordozó, mi viszik a medúzát, hát akkor. Hát én arra gondolok, hogy nehogy az történjen, hogy a, a transportálás közben esetleg megjelenjen egy, egy részlete a medúzának korábban, mint az a tároló, de érdekes, hogy a körk a végén nem veszi föl a hegesztő szemüveget, csak a spok. Na, az már egy kifejezetten baki, ezt Ravasz is megemlíti, hogy hát ez, ezt elrontották. És hát nagyot utazunk, Márvik őrületének köszönhetően. Ott van valami fihelmetes orgonazene, tehát tényleg ilyen, ilyen horrorfilmeket idéz föl. De hát már megint átlépjük a galaxis határát, vagy nem is tudom, hogy mit, minden esetre egy feltérképezetlen űrbe jutunk. Ez ugye a TNG-ben az utazót idézi fel nekem, aki ugye szintén ugye az elmély erejével tudott nagy távolságú utazásokat megtenni és magával vinni úgymond a hajót is azt most felejtsük, hogy a Voyager-ben, amikor a 9-es fokozat átlépte Peris akkor mi történt, mert egyébként szóló itt is azt említi, hogy 9-es fokozat és gyorsulunk. Na most akkor a következő pillanatban, akkor mindenki gyíkká kellett volna, hogy változon, de nem, mert a, TOSZ sorozatban lévő warp, tehát térfaktor, térhajtómű fokozat más, mint a TNG-ben. Nem kell még félni a gyik az majd csak a voyager jön el. Viszont nem üteszetek be nektek valami, hogy van egy félelmetes lény, aki a csillagközi navigációban baromira otthon van, úgy művészeti szintre emelte. Nem jut eszetek be egy újkori Star Trek sorozatból egy hatalmas félmetes lény, aki nagyon jól tud navigálni? Nekem csak a csubakkal jutott eszembe. <laughs> Szó szerint leírtam, igen. Amerikára igen. gondoltam, a Tardigrádra a Discovery-ből. Tényleg. Azt tervezték a, a Discovery-ben, hogy a maga medvállatka, karakternével, és tehát ő a hídon fog szolgálni, és már volt valami karakter sablon is, hogy majd a CGI hogy kerül oda a helyére, tehát ő, ő, ő ott a legénység tagja lett volna, mint navigátor, azért azt, azt ahhoz szokni kellett volna, mint ahogy ugye egy meduzához is, de hát pont itt a, ez a másság, ez a különbözőség, ugye ez az idik, ami egyébként nekem nagyon tetszik, tehát mióta én ezzel itt találkoztam először, Nekem nagyon tetszik a szimbólum is, ugye egy kör, háromszéges kör, egy ilyen, egy ilyen tehát nagyon szép formát, úgy szóval egy ékszer, és pont ez mutatja, hogy a, a többféle egyszerű forma, vagy önmagában nem szép forma ad ki egy valami, valami szépet, ami jelképezi azt, hogy a, a részekből jön létre egy egész, vagy ugye a, azt, amit a végtelen változtosság, végtelen különbözőségben nem is tudom, mi a pontos fordítása magyarul egyáltalán elhangzik ez valaha is, bármelyik sorozatban ez a Infinite Diversity Szerintem Infinite igen. Combinations? Én ezt mintha hallottam volna. Enterprise-ban talán. Meg nem tudom mondani, talán ott, igen, a Kohóban, igen. amikor szurak benne van az Archer fejében. Igen, tehát negyedik évadban, de utána elfelejtjük, vagy nem is tudom. Hát nyilván utána nincs több Star Trek sorozat, pedig jó lett volna, és én nem tartom rossz ötletnek, hogy most az a merchandise, az csak utána indul be igazán, hogy tévé meg bármihez kapcsolódó kereskedelmi tevékenység. Tehát utcavárod emberi, mondhatni, hogy megelőzte a korát, mert a rajongók igenis, hogy akarnak kis emlékek, tárgyakat, és, és a sorozatnak a sorozat, gondold meg, ami Spock nyakában látható volt egy epizódban, azt te nem akarnád mondjuk a szekrényedben, vagy a, nem tudom, a kedvesednek a nyakában látni? Hát lehet, de mindegy, hogy az volt ezt mondtuk, hogy... eredeti forgatókönyve, hogy a Mr. Spock azt mondta volna a Körknek, hogy és ott tudod megrendelni, képzeld el ezt a medált, és ki kiírták volna oda a szívet. Família KFT? Igen. Egyébként nekem is ez az utazó jutott eszembe abszolút, amikor mindig, amikor ilyen beláthatatlanul, iszonyúan messzire megyünk a Star Trekben, akkor ilyen furcsa lesz ott a, az űr. Tehát ilyen kis kék bizbaszok repkednek össze-vissza, meg ilyen elképzelhetetlen formák. Ez, ez abszolút egy visszatérő motívum, és nekem az is eszembe jutott, hogy milyen hamar ezt így csetintésre megoldják egy epizódon belül, hogy így vissza is jönnek, pedig itt, itt elkezdődhetett volna a Star Trek Voyagerhez hasonló történet. Na beszéljünk még a Dr. Miranda Jonesnak erről a vakságáról, illetve a szenzor hálójáról. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye a Jordi vízorjához képest szerintem nem egyfajta látással egészíti ki a karaktert, hanem ö, valamiféle ilyen térbeli pozíciós meghatározáshoz tudja ezt használni, de nagyon érdekes, mert látja például a Spocknak a nyakában a medált, és jól le tudja írni, hogy milyen. Tehát lehet, hogy az ilyen denevérekhez hasonló ö, érzékszervezés, az ilyen felületi érdességet is például tudja ennek a segítségével olvasni. Meglepő. Igazából ez még ilyen science fiction is teszi ezt a ezt az egész sztorit. Később a 70-es években Frank Herbert az egyik dűne folytatásban, dűne regény folytatásból, ott meg egy maszkot él le, ahol a, maga a maszk a szenzor, úgymond az egész szenzor, szenzorok halmaza gyakorlatilag, ez vetíti, most nem, nem írta le pontosan a mechanizmust, hogy az vetíti be az agyba, tulajdonképpen a külső környezetnek az ingereit, tehát most, hogy ki inspirált kit, nem tudni, de ez mondjuk egy nagyon érdekes, mert később is azért ez visszaköszön más regényekbe is ez a fajta technika, tehát bizonyos szempontból megelőzte a korát, megint azt átrek. Igen, és ö, ugye egy ordinális, mindig azt kérdeztük, hogy mit lát a, a, a vizor alatt, és hogy egyáltalán kell egy ilyen külső eszköz, tehát nem, nem lenne jobb egy szenzorháló, Pont a Jordanában egyébként egy olyan, hogy gyakorlatilag ő, ő egy ilyen szondát irányít, teljesen távolról, de olyan, mintha ő lenne ott a szondának a, a fizikai valójában, az is egy nagyon érdekes koncepció. Ez az Interfész, hát, című. Interfész, igen. Pontosan. Pont a interfész szó tökéletesen leírja egyébként. Tehát egy, egy, eszköz, amivel gyakorlatilag csatlakozok, egy, gyakorlatilag egy távoli eszköz, ezen a nap segítségével, tehát úgymond egy vagyok az eszközzel. Na de uh, itt a, a, Miranda jones szerintem megint egy ilyen narratíva hiba, hogy, hogy, uh, hogy okoskodjak. Itt uh, olyan, tehát hogyha a néző tökéletesen elnézi, a Miranda Jones lát, és semmilyen utalóján nincs arra, hogy nem lát. Tehát ez egy sorozatban, ha ez egy hosszú kifejtős mai sorozat lenne, akkor azért el van, ellenének csöpögtetve azok a jelek, hogy, hogy ő neki valami nem tökéletes, valami nem stimmel, direkt azért, hogy a nézőt ugye hogy hergejék, hogy hú, ezzel a illetővel valami baj van. Itt nem, ez egy, 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 epizódos poén, úgy szóván csúnyán mondva, itt a végén kiderül, de semmi sem, tehát nincsenek előjelek. Tehát ez nem olyan, mint a hatodik érzék, hogy másodszorra megnézve látod, hogy baromi jól alátették, hogy a végsztorit ismerve is, még másodszor is élvezed, mert úgy van megcsinálva minden korelgrafálva, hogy mindkettő állapotát látod a, a dolgoknak vagy a főhősnek, itt viszont nem. Itt a Miranda Jonesról nem sejtenéd, hogy van, és újra megnézve megint csak nem sejtett, tehát nincsenek olyan jelek. Doktor meghallja az, aki, aki zavarba ejtően közel kerül akkor a Miranda Joneshoz, és ő tudja csak ezt kifürkészni, még a nézőnek sem tűnik fel. Hát itt a szerelem, itt, itt visszatérő motivom igazából, hogy a, a ugye itt szerelmesek, tehát férfiak, még körk is, hát itt, nyilván itt körk is próbálja, ugye, és nekünk mindig az öt eszembe, hogy tudjátok, a Rikernek ott van a, az, a, az apja, a Kai Riker, aki hát udvarolt, vagy Szóval valami volt ő a és Dian a Old Dr. között között, Dynamolder, és akkor itt meg lehet, hogy a Körk a Rijker apja, Na de nem. De jó uh, volt ez a, kör, ez a Körk, hogy ilyen szerepbe tették. Végre ugye a múlt heti szerencsétlenkedés, amikor úgy kellett eljátszani a, a félelmet, hogy igazából fogalom nélkül volt a színész. Na hát mit kell csinálni a körkel? Hát ő arra való, hogy lefoglalja a hölgyeket, amikor ugye egy akciót kell csinálni. Körk a hölgyek öröme, hát Ennyi, tehát ez is már egy reklám lenne, nem? Végül is. Mondjuk kör kapitány arra való tényleg, hogyha van, megjelenik egy nő, akár baráti, vagy akár mondjuk ellenség, akkor tessék, igen, vele tényleg kapcsolatfelvételt hozzon létre. A többiek meg megoldják a problémát. Egyébként kör, az, az hát nem sokáig tudja lekötni a, a Miranda Jones-t, és az nem segít, hogy Spock közben sétálgat a folyosón, tehát sohasem ér oda látszólag a a nagykövethez, a Körk egyre több ilyen mondata kudarcba fullad a Diana Muldár előtt, és a Spock az úgy sétálgat, hogy épp hogy csak nem így dúdolgatva közelíti meg a, a nagykövetet, tehát ez ilyen kicsit ilyen vicces jelenet volt számomra. Még megko is Körk, hát ugye Körk hódításait ismerjük, de Mekko most kivételesen figyelmezteti, nem fértékenységből, de azért ott egy picit próbálja megelőzni, hogy nehogy valami gond legyen, azt mondja, hogy ne kövessel megint ezt a hibát, vagy ö, nem akármilyen lány ő. Ja. Tehát ő not just another girl, Kurt pedig szabadkozik, ugye? Már egy pillanatra se gondoltam. Szóval vannak ezek a, az a... Ja és egyébként persze megkolnak a azt láttátok? A, a McCoy kézcsókja kor, ugye körtnek ez a jellegztes hát, nézése, vagy ilyen, ez az ajak állása, Úgy vagy nem nézett, tudom vagy mi, az fog Hmm. <laughs> meg, igen. Ez igen. Igen, dobi. hogy na, ezt nem, nem vártam tőle, pedig általában mindig azt mondja, hogy tényleg. Ö, McCoy az úgymond a hamisítatlan déli úriember, már mint mondom, a hagyományos déli úrjemben, am, Amerikában azt mondják, hogy aki úgymond a hát úgymond a konfederáció területén élt, azt mindig azt mondták rá, hogy azok azok tényleg igazi gentlemanek, meg minden ő egy a hamisítatlan déli úriemberként viselkedett. Hát e ezt láttuk benne, hogy amúgy mond az északi, így itt fejet halt a déli előtt. Van egy olyan mondat az arborétumban, amikor belép Körk és Miranda Jones, hogy lehet, hogy érzelgősen hangzik, de ez a kedvenc helyem, Föld. Ugye ezt mondja Körk, én nekem ez igazából egy kicsit kilógott, és utána olvastam, nem is véletlenül. Ugyanis az volt Gene Roddenberry eredeti terve, hogy ebben a harmadik évadban, a Star Trekben be fogja tudni mutatni a holofedélzetet. És lehet, hogy ez egy erre utaló jel. Tehát itt gyakorlatilag nem egy arborétumba hozta volna rendezvúzni a hölgyet, hanem magát a holofedélzetet láttuk volna. Hát ez aztán a megnyírbált költségvetés miatt természetesen más egyéb dolgok kíséretében meghiúsult. a fedélzeten. Csaba! Bú, cs, csaba! Csaba! Csici. Csaba! Vízorokról beszélünk ezekkel a hát, próbáljuk védeni magunkat a, a medúza pillantásától lehet, hogy a medúza ránk nézése a veszélyes, nem azt, hogy mi látjuk meg őt, ezt nem nagyon tudjuk meg. Mindestre viselni kell, az angolban meg a magyarban is ez a vizor szó hangzik el, persze hiszen létező magyar szó, és hát Jordynak a, az eszköze is ezt örökölte, akár még a kialakításában is. Aztán megjelenik dr. Miranda Jones, aki, hát eleve használom, hogy Dr. Jones, akkor nekem Indiana Jones jut eszembe, azt hiszem ő dr. Henry Jones Jr., de amúgy a német verzióban még jobban eljátszottak ezzel, ugyanis a Diana Mulder által alakított dr. Miranda Jones karakterének a nevét Marion Jonesra változtatta a német szinkron, ez számomra érthetetlen, hogy miért kell egy karakter nevét megváltoztatni. Jó, ismerjük a magyar Dallasból, hogy a JR helyett Jockey, vagy a Sue Ellen helyett Samantha, mit tőlem, és könnyebbség vagy idegenszerűség miatt, de itt nem értem a németeket, ráadásul ha azt mondom, hogy dr. Marion Joyce, akkor ugye Marion Ravenwood jut eszünkbe, Marion Ravenwood az indinek, a dr. Jonesnak tényleg a felesége lett, legalábbis a negyedik részben, hát az elveszett Fridla kezdve, ugye ismerik az ő karakterét. Aztán bizony, itt a folyosókat el kell hagyni, mert annyira veszélyes a medúzának, már csak a szállítása is, Körkapitány az egész hajóhoz intéz, egy uh, interkom bejelentést. Ugye feltűnt nektek is, hogy amikor Körk szózat elhangzik, a folyosók tele vannak random mászkáló emberekkel, ismét uh, a hajó nagy számú legénységnek ad otthont, legalábbis ezt látjuk, hát 430 fős a legénység, azért ez, ez normális is, is, is mondható. Körk azt mondja, hogy this is Captain Kirk to all ships personnel, clearance plans now in effect, tehát előre tervezze volt, ugye magyarban csak annyit mondja, hogy a tilla mostantól érvényes, hagyják szabadon a folyosókat. Ugye ez a bizonyos menet, amelyik elvonul a transportertől a nagykövet szállásáig, ez ott fog majd végig haladni, és nem szabad senki se, hogy vietnő lássa, bár nem tudom, hogy mi volt a veszély tényleg, hogy a vietnő kinyílik az a láda, vagy, vagy tényleg még azon keresztül is képes hatni, hiszen végül is telepatikus lényről van szó, és akár ilyen értelemben is lehet hatása. Ugye itt elhangzik például Miranda jones kapcsolatban is, hogy, hogy mennyire nem könnyű, ha van a kép születésétől fogva telepata. Tehát úgymond érzelmes lények között élni, mint például az emberek. Ugye ő például a vulkánon tanult, a Dr. Jones. Aztán itt elhangzik a Mind Link, ami magyarban tudategyesítésre fordítódik nagyon jól. Ez hát mondhatjuk, ez nagyjából ekivalens a, a vulkániak által gyakorolt elme összolvadással, elmeöleléssel, és ugye Dr. Jonesnak is pont ugye ez az előnye, hogy ugye ő, azért tud majd ugye itt a, medúzaiakkal együtt dolgozni, mert gyakorlatilag ő egy tökéletes tudat egyesítésre képes, vagy szeretne képes lenni igazából, ettől függ az ő egész megbizatása. És hát Spock csak úgy itt megjegyző, hogy hát ő is igen, szokta ezt gyakorolni, és ugye más lények tagjaival. Egyébként sok bárkivel és bárkivel hajlandó agyegyesítésre, mint már tudjuk. Ugye a Hortára gondoljunk, ahol szintén egy csúnya kinéző lényről van szó, aki volt éppen egy teljesen normális ösztönnel rendelkező lény, érző lény. Ugye megint itt a csúnyaságról, ha már beszélünk. Mekkoly a vacsora közben azt mondja, Vulcan is not my idea of fun. Egy vulkán nyaralásnak mégsem örülnék. Hát igen, ezt hogy tökéletesen leírja véleményét a vulkániakról és a vulkánról. A medúzaiakkal közös elmét szeretnének létrehozni méghozzá itt. Corporate Intelligence with the Medusans, ez hangzik el az eredetében, itt nagyon érdekes egyáltalán itt, itt, valamilyen tudat egyesítési technikáról van szó, tehát nem technológia útján jön létre ez a bizonyos összeolvat elme, tehát itt, itt igazából itt, itt majd ehhez kapcsolódnak olyan eszközök, amik ezt adaptálják. Nyilván a eredeti sorozatban nem nagyon magyaráznak meg, pedig de jó lenne erről többet tudni, hiszen igazából ebből jönne az, hogy egy medúzai hogyan képes például a hajó hagyományos, nem tudom, elektronikus eszközeink keresztül irányítani, vagy navigálni például, ugye itt az lenne a lényege. Nekem egy picit egyébként a, a Borgi utat még eszembe, vagy ott is egy ilyen, ilyen nagy közös korporatív tudat van, és igazából ott a Spock is valami ilyesmit fejt ki, amikor már ugye azt hiszem, akkor már megvan szállva, ugye, és akkor itt fúzióról beszél, Mindling, Double Entity, tehát each of us would enjoy the knowledge and sensory capabilities of both, tehát a medúza, ugye az érzékszerveket használja, amit ugye felfedezett, hogy milyen csodálatos, hogy spoknál az van. A Spock meg ugye annak a tudásnak ugye a végtelen lehetőségét. Tehát igazából itt egy ilyen szimbiózis, hogy mindkét fél jól jár ebből az egységből. Tehát a medúzaiak meg a, a tőlük teljesen különböző emberi, vagy vulkáni, vagy más fajba tartozók is. Ugye itt említettük, hogy Körk és McCoy meg is van egy jó kis párbeszéde. She's not just another girl captain. Don't make that mistake. Mekko csak annyit ma magyarul, nem akármilyen lány, hogy is feltetném, válaszol körk, ugye, de hát nyilván egy körkapitány megígéri, hogy nem fog hódítani, de aztán a helyzet úgy adódik, vagy éppen pont az kell, hogy eltelelje a figyelmet, azért megteszi. Érdekes, itt elhangzik ugye ez a bonsz, ugye ez a beceneve a mekko az eredetiben, ez egy a magyarba vagy nem jön át, vagy nem is tudom, a mozifilmekben talán Pille, vagy Pirula, vagy nem is tudom mi jön át. Ugye a, a német például flaume, ugye a szilva szó is előfordul. minden itt azt mondja a körk a magyarban jó éjszakát, még az angolban teljesen azt mondja, hogy good night, bons. Körk hát fűzi a Mirandát, nem olyan célzattal most, de minden esetre itt próbál több úton közelíteni felé, például azt mondja, hogy az elmély kapcsolat a szép és jó, de hol marad a szeretet, Miranda? Na most itt a, nem a szeretetről, inkább a szerelemről lenne azért valószínűleg szó, itt a love szó. Tehát itt, itt, azért mégiscsak az érzelemek ö, jobban a, 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 vonzalomról vagy a szerelemről akartak kérdezni Körk a Mirandát, itt ö, jobban illet volna az a szó. Aztán, amikor ugye kiderül Miranda titka, akkor Spock ugye azt mondja, hogy őszinte elismerés van a Szabójának, a dressmaker, eszünkbe jut ugye, hogy a Star egy történelem leghíresebb Szabója, a Garak lehet, hogy ő is csinált ilyen jó kis szenzoros ruhákat kémkedési célokból. Nagyon érdekes, a Spock és a, a Coloss egyesülése után azt mondja, hogy körk megkérdezi, am I addressing the ambassador in part? Part of us is known to you as Kolos. Tehát, hogy egy részünk Kolosz, egyébként magyarul annyit mondja, a lény, akit Kolosznak hívnak, az egységünk része. Tehát ezzel itt Spock tökéletesen kifejezi, hogy létrejött egy, egy egyesülés, egy elme összeolvadás és most egy ilyen közös tudatsót, az érzékszerveket is használja ugye a kolosz, aki úgy tűnik jól is érzi magát ugye spoknak a, a, fizikai testében, ugye a beszéd például csak feltűnik neki az érzékszervek. Egyébként tényleg, ha belegondolunk, hogy csak telepatikus úton kommunikálsz, ott egy csomó ugye a beszéde járó Egyrészt fölöslegesnek tűnő dolog, de amúgy meg amíg az gazdagítja a gesztusok, a minika, a hangsúly, a többi stb. Az, az ugye elmarad. Tehát ezek a testetlen lények mindig élvezik, ha valamilyen testbe költözhetnek. Ez szerintem a Star folyamatosan visszatérő gondolat. Ezt a Koloszt ne keverjük össze a Kolottal, a Dahármesterrel. Ez két különböző Aha. karakter. Igen, ott a TH miatt hasonló a is ráadásul. A végén nagyon jó a amikor ugye Koloszt már viszik a transporter platformhoz. Itt ugye Miranda már újból hogy ezt a szenzorhálót, és akkor itt, itt fölveszik aztán a, a megesztő és akkor átsugároznak, vagy legalábbis Spock fölveszi, de pont Körk nem. De a lényeg az, hogy itt nagyon szép a párbeszéd, ami lezárja McCoy, kö ö, McCoy illetve Körk Miranda és Spock, de főleg Spock, -nál nagyon jó ez az elbúcsúzás, meg erre az idikre utalás, hogy ez uh, infinite diversity, meg ez a, a, a szépség ugye a, a különbözőségeknek az egyesülésében van, vagy a végső eredményben. Most magyarul nem tudom pontosan idézni, de szerintem nagyon jó a gondolat, és tök jó, hogy a Star trek valamilyen szinten nem is ennyire direktem, mint itt, hogy van egy, egy szimbolikus megjelenése, egy emblémája is, Ugye ez a gondolat végkíséri, ugye ez a sokszínűség, diverzitás, sokféleség egyesülése, nem minden a, a, külső, a szépség mögött, vagy a nem szépség mögött is gazdagság van, ez, ez alapgondolat szájszükségben is, és nagyon tetszik a Star is itt nyíltan meg van fogalmazva. Értékenység, érzelmek tombolása, szerelmi sokszög. Milyen érdekes, hogy ezeket a érzelmi dinamizmusokat egy olyan lény váltja ki, aki sokkal különbözőbb, mint amilyenek mi vagyunk, és hogy ez mit tud okozni egy kisebb közösségben, ebbe azért lehet, hogy benne van egy ilyen, hát ilyen szakdolgozat. De ez az epizód anélkül jó, hogy lenne főszereplője már a sorozatnak a főszereplői közül. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ez egy körkepizód például, azt se lehet mondani, hogy Spock vagy Dr. McCoy van itt a centrumban. Mindenki egyformán kapja a szerepeket. Hát Miranda Jones van a középpontban, Isten igazából, ő rá összpontosít ez az egész sztori, de nagyon szerteágazó és úgy mond egy csomó dolgot, és úgy folyik bele különböző témákba, hogy mégis egységes tud maradni, nem lesz csapongó, nem lesz az az érzésünk, hogy hát itt sokat akar fogni az epizód, de keveset markol. Nem, ez nagyon jól egybe van. Diana Muldarnak a vendégszereplése mindig jól sül el, bár a TNG rajongók közül sokan nem szeretik őt, hiszen Gates Megfeddent váltotta fel a második évadban. Akad azért egy-két olyan néző, aki emiatt hát nem sorolja a második évadot az új nemzedékből a kedvencei közé, de az a karakter is szerintem teljesen rendben van, és hát itt az eredeti sorozatban is mindkét szereplése nagyon emlékezetesre sikerült. Hát maga a medúzai nagykövet megint egy, ahogy Dév mondta, színészt nem igénylő karakter, ennek megfelelően ugye kevesebbet várhatunk tőle, de nem lett szerintem ez számottevően, nem helyezte őt hátrányba a, a többi karakterrel szembe, bár azért az ő személyiségét nyilván nem sikerült olyan jól megismerni, hiszen más fogalmakkal, illetve más összeköttetéssel és kapcsolódási formákkal tudnak kommunikálni vele a szereplők. Talán ez a harmadik évadban az eddigi legjobb epizód, bár szerintem az Enterprise incidens is elég erős volt. Itt úgy érzem, hogy egy kicsit a Star Trek újra magához tért. Én is ezt tudnám mondani, hogy az Enterprise incidens után ismét egy Star Trek epizódot láthattunk, és most megint egy idegen faj, ami nem igényelt tényleg, ahogy te Csabi is mondtad, nem igényelt színész, mindent, hogy tulajdonképpen szinte néma szereplőként jelent meg, kivéve amikor ilyen viziókat láttuk, hogy most azt nem nagyon lehet tudni, hogy most egy tényleg a maga a, ez a medúza sugározta -e bele valakinek az agyába, vagy nem, vagy, vagy beleképzelték néha időnként a, az áldoz, áldozatok. De szerintem ez is egyfajta nem probléma ebbe a, az epizódban, mert tényleg néha a kevesebb, néha több. És más is, látunk egy olyan fajt, hogy végre nem egy humanoidot látunk, nem egy, azt mondom, egy szörnyet, tehát, hanem valamit, ami egy teljesen másfajta evolúció. Hogy akkor látjuk, hogy most mennyire sokszínű tulajdonképpen a világőben az intelligens életnek a formái. Jó, konkrétan nem mondják, hogy a federációnak a tagjai vagy nem, de úgymond sejtetik, hogy igen, ők is elvileg, mintha a föderáció tagja Tehát nem igaz a száz évvel később majd a vágyja, hogy hát ez csak ilyen a homo meg a homonoidoknak egy klubja a föderáció. Tehát ilyen lények is bekerülhetnek, amelyek teljesen szokatlanok, és akár mondjuk valamilyen szinten akaratlanul is, úgymond veszélyesek is mondjuk az, a galaxis többi lényeire. És az, hogy mondjuk itt most megint az energia, az a galaxist védő energia függöny megint feltűnt, és megint át lehetett rajta hatolni. Előbb-utóbb úgyis többször ezen áthatolnak, majd később is. Tehát lassan már az a fal, mint hogyha nem is lenne ott, mert kívülről is behatoltak, már itt is azért elhagyták. Scottiról beszéltünk, hogy sajnos most nem elég, hogy a krizuráján változtattak, most még tényleg egy, Scott szoknyát is fel kellett, bocsánat, nem szoknyát, kilt fel kellett vennie. Hát ez mondjuk ez a úgymond az epizódnak a viccesebbik oldala. De szerintem ez azt mondom, hogy megint az Enterprise mellett, harmadik évadban az egyik, én azt mondom, az egyik legjobb epizód, amit, amit érdemes többször is megnézni. Nem csak azoknak, akik, akik mondjuk Diana Mulderholtban akarnak gyönyörködni, hanem tényleg a, ezek a párbeszédek, kis apró szócsaták miatt is érdekes én azt mondom, hogy ha értékelni kéne, akkor 10-ből 8 adnék. Én is nagyra értékelem, nagyon összeszedett, nagyon jó epizód. Tényleg kezdve itt a, az alaptémák sokassága megfér egymás mellett. Tehát eljutunk a galaxison túl valamilyen teljesen ismeretlen térségbe, tehát gyakorlatilag egy ilyen, ilyen üres űrbe, ilyen feltérképezetlen területbe, és nem ez a legizgalmasabb része az epizódnak. Tehát nem az, ami itt történik. Ugye a TNG már inkább erre megy rá, hogy, hogy a nézőnek a kíváncsiságát ilyen irányba tereli, hogy a teljesen új felfedezése az, az kint vár ránk, míg itt érdekes lehet, hogy költségvetésjogok miatt vagyunk arra kényszerülve, hogy, hogy a hajón belül a hídon történik meg, meg minden folyosókon, legénységi szállásokon. Annyira jók az új kamera nézőpontok, felvételi szemszögek és, és, zene például nagyon jól aláfesti a, a történéseket. Vagy például egyik kedvenc jelenletem volt, amikor ugye Márvik ugye bemegy a, 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 medúzához, és akkor ugye utána hát meg van szállva, és akkor megtámadja a legénységet a, a folyosón, és akkor ugye a következő pillanatban azt látjuk, hogy Két vörösinges, inges, Kirk, Spock és McCoy teljes erőbedobással mennek a folyosón, és tudjuk, hogy mi fog történni. Szóval nagyon jók, nagyon jók ezek a... Jól működik a legénység is, hát nyilván itt uhorának ugye egy szava sincsen, tehát itt, vagy azt mondom, hogy Czekov meg Szuló nem kerül így szóba, Scotty gyakorlatilag egy ilyen kis bát figura, nyilván ő is, ő is egy picit... Ugye az a háttér karakter, akit múltkor emlegettük, hogy a Peris és Kim, de azért ők mégiscsak sokkal több szerepet kaptak, vagy egy-egy kiemelt epizódot. Nem körkös, meg nem spokkos epizód kizárólag, hanem mondhatnánk azt, hogy a, az első kapcsolat felvételnek a problémáik mutatja, amikor azt mondjuk, hogy milyen kényelmes, hogy a vulkániakkal találkoztunk először idegen lényekkel, és rajtuk keresztül tudtuk azt felfedezni, hogy nem egyedül vagyunk, és hogyan kell nyitottnak lenni, egy tőlünk azért annyira nem más kultúra idegen lények felé, akkor itt meg mi lett volna, ha medúzaiakkal veszük fel a kapcsolatot legelőször? Akkor sokkal jobban megváltozott volna, vagy erőteljesebben az, amit ugye a, a, vulkániak okoztak. Mert ott azért lassan zajlott le az, azért kellett ott egy, egy száz év mire egy rendszeresen az űrbe járó, meg űrt felfedező civilizáció lettünk, és olyan helyekre jutottunk el, ahol még a vulkányok sem erészkedtek. Szóval nagyon jó, hogy ilyen fajokat behoznak, ilyen alapproblémákat. Megint az elme összolvadásnak, tudategyesítésnek egy új módja van. Spock megint egy sajátos módon kerül magánkívül, érdekes módon. Tehát nagyon jó, hogy az eredeti sorozat nem szokott rá mint ami a, nem is tudom, a Naked time volt, vagy, vagy így, tehát hogy, hogy kizárólag ugye egy ilyen humoros, hogy magunkból kikelünk, és valami megszáll minket, hanem azonnal hozza azt a vérbeli szifi tartalmat, amit ilyenkor elvársz, hogy jó, téged megszállt egy másik lény. De ott a másik oldal nem csak te viselkedsz ilyenkor akkor furcsán, hanem a másik lénynek is furcsa, hogy te beszéddel kommunikálsz, hogy neked érzékszerveid vannak, végtagjaid és tested, és, és egyébként csodálkozom, most nem hangzott el az, amilyenkor a sztátőben mindig elhangzik, hogy egykoron mi is olyanok voltunk, mint maguk, és majd önök is egyszer ilyenek lesznek nagyon soká, majd jöjjenek vissza év múlva. Ez itt például TNG-ben egy visszatérő dolog, hogy hogy nagy potenciál van bennünk. Alapvetően a, a rudemberi féle ideológiába ez beletartozik, hogy jó úton járunk, de azért még ben a sajátos előítéleteink közé, vagy a, gondolati és érzelmi és testi korlátaink közé szorítva fedezzük fel úgy a galaxist, és akkor úgy, 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 ezekkel a jelenségekkel nem tudunk mindig teljesen elbánni. Viszont megoldás az teljesen jó, egy epizódon belül, tehát nagyon jó felütéssel, nagyon jó szituációkkal, nagyon jó helyszínekkel, nézőpontokkal, jó alátámasztással szerintem nagyon jó epizód, emeli a harmadik évadnak a, a fényét. Ha jól láttam, akkor az éppen megőrülő Larry Mervik, az pont a Billy Blackburnt le először a folyosón, hát megint rosszkor volt rossz helyen, szerencsétlen. Hát én szomorúan vettem itt tudomásul, most végig görgettem a harmadik évadnak az epizódjait, és hát úgy tűnik nagyon, hogy ez Ralph Szenenszkinek az utolsó. Rendezése itt az eredeti sorozatban, ami számomra kár, mert technikailag én az ő epizódjait tartom a legérdekesebbeknek, mindig valahogy úgy a jó értelemben kilóg, valami olyat csinál, ami egyedivé teszi az egyes epizódokat, úgyhogy nekem egyértelműen ő a kedvenc rendezőm itt a Star Trekben, az eredeti sorozatban. Hát a jövő héten kísért a vadnyugat című epizódról beszélgetünk, Spectre of the Gun. Érdekes, hogy egy ilyen tényleges vadnyugati epizódra a harmadik évadig kellett várni itt a Star Trekben, Hisz pedig a, a Star Trek maga is egy vadnyugat az űrben típusú műsornak indult, de hát végre valahára ezt is megkapjuk. Igen, jó lesz, és csupa jó epizód is közeledik, mert itt a Day of the Dove, az nekem egy nagy kedvencem, hogy ott Klingonokkal lesz egy jó kis kaland, ott is csak a fedélzeten ugyan, de, de az is tök jó, Tolian Web is közeledik. Még az The Empath az is egy kedvenc része, meg majd szépen jönnek még itt a harmadik évad jó, meg hát rosszabb epizódja is. Ez a vadnyugati, ez ez, 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 jó lesz. Hát igen, itt lesz majd Wyatt lesz majd Doc Holiday, szóval várjuk. Hát köszönjük szépen kedves hallgatók, akik idáig kitartottak, és hát természetesen köszönjük szépen a Dévnél flexelő embernek is a közreműködést a műsorban. Mindenképpen megkapja ő is a kreditet. A jövő héten akkor találkozunk a Vagynyugati epizódnak a kibeszélőjével. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!